Van ennek az üzletnek egy olyan varázslatos pillanata, amire mindenki nagyon vágyik, és ami mindenki életében talán az egyik legemlékezetesebb állomás, és ez nem más, mint a gyémánt szint elérése. Nézzük meg, hogy hogyan is lehet valaki gyémánt, mi is kell hozzá. Gyémánt akkor lesz valaki, ha van 6 különböző vonalon Star Agent munkatársa, és emellett a hálózatának gyémánt forgalma van, ami minimum 2500 pont egy hónapban. Bevallom, a szemináriumoknak én ezt a részét szeretem a legjobban, amikor egy új gyémánt őszintén megosztja velünk az érzéseit, a személyes tapasztalatait, amikor elmondja, hogy mi is rejlik a gyémánt titok mögött. Ezek az előadások mindig tényleg nagyon tanulságosak, és valamennyiünk szívét megérintik minden alkalommal. Én azt gondolom, hogy Lacinak és Anikónak már olyan mozgalmas napja van, de ők ezt nagyon szeretik. Úgyhogy kérném szépen őket ismét a kitűző átadásához, és már is szeretném a színpadra szólítani a Star Diamond szintre minősült Szoboszlai Máriát és Kászonné Dobra Ágnest. Gyémántokat egy kicsit közelebbről is, úgyhogy elsőként én Áginak szeretném átadni a mikrofont, fogadjátok szeretettel a gondolatait. Köszönöm. 5 évvel ezelőtt csatlakoztam a DXN-hez, 5 éve találtam meg szponzorom Judit weboldalát. Azóta együtt haladunk, dolgozunk, tanulunk, és ez az 5 év nekem nehéz volt ugyan, de nagyon nagy élmény. Köszönöm Juditnak a türelmét, a gondoskodását. Mindig mellettem állt, nem csak szakmai dolgokban, hanem emberileg is. Bíztatott és nagyon nagy türelemmel, nagyon gondoskodóan segített és kísért idáig. Köszönöm Judit. Hálás vagyok a szponzor vonalamnak is, Nagy Gábornak, Orsi Lacinak, Specht Józsinak. Nagyon sok inspirációt, sok ötletet kaptam tőletek. Köszönöm nektek. Ez az üzlet rengeteget tud adni az embernek, új kapcsolatokat, élményeket, tanulást, információkat. Én úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődtem. Ha nem lennék DXN tag, talán ez közhely, de még egyszer beregisztrálnék, és még egyszer Judithoz. Hálás vagyok a csapattársaimért is. Ketten most itt ülnek, és nagyon remélem, hogy ők is majd érezhetik újból a talpuk alatt ezt a színpadot, úgy, mint gyémánt. Értékes emberek, nagyszerű emberek, örülök, hogy találkoztam velük.
Folytassátok az üzletet ti is, akik elkezdtétek, mert érdemes. És ha jön egy hullámvölgy, akkor én azt mondom, hogy azután emelkedő jön, és nem szabad abba hagyni. Mert ha abba hagyjuk, erre én is gondoltam már, de ilyenkor mindig megkérdeztem magamtól, hogy akkor jobb lesz, más lesz? Nem. Itt tudok tenni magamért és másokért. És ez maradjon így. Sok sikert nektek! Köszönjük szépen, Ági, gratulálunk nagy szeretettel! Hihetetlen jó hallani ezeket a történeteket.